Sorverseny az iskolában, diófúró légy pusztítja a termést, személyi jövedelemre adó visszatérítés, Varga Mihály avatta fel a béres új üzemét. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. október 19-én 18 óra 5 perckor. A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda is csatlakozott a Magyar Diáksport Napja európai kezdeményezéséhez. Földváriné Simon Ilona igazgató elmondta, ezen a napon az alsósok az iskola udvaron versenyeztek. Külön volt az első és második, és a harmadik, negyedik osztályosok versenye, ahol a csapatok szülőkkel kiegészítve játékos versenyeken vettek részt. Hagyomány az iskolánkban, hogy ehhez az országos, sőt mondhatom, hogy európai programhoz kapcsolódunk, és úgy szerveztük meg, hogy 14 órától az első-második évfolyam, és 15 órától a harmadik és negyedik évfolyam, illetve a felsősök pedig kint vannak a református templomkertben, és a programnak az a neve, hogy Fut az alma, illetve itt a sportudvaron pedig egy családi sport délutánt rendeztünk, és tulajdonképpen a tanítók csapatokat állítottak föl, 10 fős csapatokat, és a csapatokban a szülők is szerepelnek, és váltó verseny segítségével történik a pontszerzés és a hajrá. Örömmel jelentkeztek, igen nehéz volt a választás az osztályfőnököknek, illetve szülők is jelentkeztek szép számban. Szeretném nekik ezúton is megköszönni, hogy minden programunknak aktív részesei. Nagyon örülünk, hogy tulajdonképpen elfogadható az időjárás, és itt vagyunk a szabadban, együtt vagyunk, sportolunk, egy egészséges életmód, és azt gondolom, hogy ennek folytatása fog majd következni. Amíg a sorverseny zajlott, addig a felső tagozatos diákok a templomkertben egyéni feladatokban versenyeztek. Az iskolában azonban nem csak ez az egy nap szól a sportról, hiszen több szakkör is van, melyeken a diákok mozoghatnak. Több refis diák ért el az elmúlt tanévben is csapatban és egyéniben szép helyezést városi megyei versenyen. A tanítónénik délután a napközis nevelők és a felsős testnevelők is nagyon sok játékos szabadtéri sportprogramokat szerveznek, mindig ötletelnek, mindig előállnak valami új lehetőséggel, és én azt gondolom, hogy ennek nagyon örülünk. A gyerekek nagyon várják, mindig kérdezik, és a szülők is elfogadják ezt a lehetőséget, mert tényleg a mozgás az egészség. Mi a legnépszerűbb most az iskolában a sportot tekintve? Hol vannak a legtöbben? Ez tulajdonképpen szeretik az atlétikát, szeretik a fiú focit, a lány focit. Benne van az iskolánk, és benne van az óvodánk is most már az országos Bozsik programban. Tehát szeretném itt is elmondani, hogy az óvodában bevezettük a úgynevezett buborék programot, és a úszásra jelentkező nagycsoportos gyerekeket kétfele szedtük. Van teknőc csoport, van egy másik kis csoportunk, és egyik héten az egyik, a másik héten pedig a másik csoport megy majd úszni, tehát tulajdonképpen az úszás is a sportnak nagyon fontos része, és szeretnénk, hogyha majd a gyerekek a városi szakosztályhoz is csatlakoznának. Egyre nagyobb veszély leselkedik a diótermésre Magyarországon, mivel új kórokozók és kártevők tizedelik az ültetvényeket, védekezni pedig nehéz és költséges. Tehát látszik, hogy teljesen elnyálkásítja a burkot, és innentől kezdve ezt már nem lehet hasznosítani. A dió legjelentősebb kártevője az inváziós, Észak-Amerikából származó nyugati dióburok furólégy, más néven dióburok légy.
Ezt a fajt hazánkban először 2011 őszén mutatták ki. A dióburok furólégy teljesen elnyálkásítja a dióhéját, és utána már senkinek nem lesz kedve lefejteni róla azt a burkot, tehát gyakorlatilag megsemmisíti a termést. Sajnos sokaknak fel kell készülniük arra, hogy kerti diófájuk termés hiánya a legtöbb évben pusztán árnyékkal fog szolgálni a forró nyári napokon. Mostanában a csonthéjasokra is nehéz idők járnak. Tavasszal, április környékén itt nagy volt a fagy, utána májusban nagyon hideg volt az időjárás, később pedig, amikor megérkezett az igazi nyári hőség, egyszerűen nem esett az eső, nem volt elég csapadék, így aztán meg lehet nézni, hogy a fákon alig van dió. A diónak számos más károsítója van, közülük gazdaságilag hangsúlyosabbak a kórokozók, kiemelten a baktériumos és gombás megbetegedések. Akik nem nagy tételben ültetnek diófát, talán nem is gondolják, hogy a diófákat is kell bizony néha nagyon ritkán metszeni, és kell permetezni is. Hát elsősorban a gombafertőzések és a kártevők ellen. Nem sok növényvédőszer van engedélyezve dióban, de ami van, azt érdemes kihasználni. Az idei sláger kártevő, ha ezt lehet mondani, a dióburok fúrólégy. Ez egy betelepült faj, és nagyon-nagyon nagy kárt okoz a diósokban. Továbbá érdemes csapdázni a különböző molyokat, elsősorban a szilvamoly, ami itt nálunk megjelent. Hát lehet növényvédőszerrel is, és kiemelten ezzel a csapdával védekezni ellenük. A jelentősebb kórokozók közé tartozik egy vírus is, amely a dió gyűrűs foltossága néven ismert, de károsítja a cseresznyét is. Ez a kórokozó nem új, de jelentősége elég nagy, mivel nem csak termés kiesést okozhat, hanem megjelenését követően a cseresznyével ellentétben a diófa fokozatosan elpusztul. Védekezésképpen nem igen lehet más tenni, mint hogy az ültetvény érdekében eltávolítják a fertőzött fát. 1,9 millió embert érint a kormány személyi jövedelemadó visszatérítésére vonatkozó bejelentése. A karcagi családok is örülnek a kormány döntésének. Az adóhatóság már dolgozik az adó visszatérítések kiutalásán. Javában tartanak a személyi jövedelemadó visszatérítések kifizetéséhez kapcsolódó munkák az informatikai rendszerek felkészítésével. Minden családi kedvezményre jogosult gyermekes szülőnek jár az adó visszatérítés. Én személy szerint nagyon örülök neki, szerintem azért nem csak nekünk, hanem ugye nagyon sok családnak nyújt segítséget. Azért több százezer forintról van szó, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon jó dolog. Hát mi jelenleg házfelújításban vagyunk, és mint tudjuk, az anyagköltségek az egekben vannak, úgyhogy lesz helye, lesz hová költenünk. Ha valaki úgynevezett összevontan adózó jövedelemből szerez idén bevételt, az utána befizetett személyi jövedelemadót visszakapja. Ilyen például a munkaviszony vagy a megbízás alapján végzett munka. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, vagyis az ECHO szerint adózók közterhéből 9,5% számít esziának, ők azt kapják vissza. Azok pedig, akik a kisadózó vállalkozások tételes adóját, azaz a katát alkalmazzák, a befizetett tételes adó negyedére számíthatnak. A NAV-nak a honlapján állítólag meg... hogy fent van, hogy február 15-ig ki fogják utalni, és hogy nem kell semmit kitölteni, meg semmi nyilatkozatot nem kell benyújtani hozzájuk, ők február 15-ig kiutalják, aki jogosult rá. Kitértek arra, hogy azoknak az érintetteknek nincs teendőjük, akiknek az adóhivatal ismeri a belföldi bankszámlaszámát, postai címét a családi pótlék folyósítási adataiból. A nekik járó összeget ők február 15-ig automatikusan megkapják. Más a helyzet az egyéni vállalkozóknál, az őstermelőknél és azoknál, akik maguk fizetik be az összevont adóalapba tartozó jövedelmük után az adót. Ők a bevallásukban kérhetik a visszatérítést, vagyis az ügymenet ebben az esetben nem automatikus. A katások és azok, akiknek a kiutaláshoz szükséges adatait nem ismeri a NAV, az év végéig nyilatkozatot tehetnek. A visszadó jelzésű nyomtatványt október 31-től december 31-ig elektronikusan vagy papíron kitölteni és benyújtani kell. Aki december 31-ig nyilatkozik, február 15-ig készhez kapja a visszatérítést.
Ha valaki lekési a határidőt, a személyi jövedelemadó bevallásban veheti igénybe a visszatérítést. Ezt legkönnyebben az adóhivatal által összeállított bevallási tervezet módosításával lehet megtenni. A visszatérítést a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban 2022. március 1-én utalja ki. Új gyártó részleget avattak Varga Mihály pénzügyminiszter részvételével. Világszínvonalú robot technológiával bővült a béres gyógyszergyár szolnoki gyártósora. A most átadott 6,7 milliárd forint összértékű beruházásban a cég 2050 négyzetméterrel növelte tisztatéri gyártóterületét. Új gyártósort telepítettek, termelő és laboratóriumi eszközöket vásároltak, és bővítették raktárkapacitásukat. A koronavírus járvány alatt 32 éves történelmünk legnagyobb árbevételét és eredményét értük el. Nyilvánvaló, hogy a vírusok okozta megbetegedés elleni küzdelemben az oltás mellett, hangsúlyozom, nem helyette, vannak fontos eszközeink. Tudjuk, tapasztaltuk, milyen fontosak a fizikai eszközök, és milyen fontosak a kémiai eszközök, az antivirális gyógyszerek, az immunerősítők is. A beruházást a pénzügyminisztérium 3 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatással segítette. Varga Mihály pénzügyminiszter hangsúlyozta, a kormány a járvány időszakában is legfontosabbnak a hazai vállalatok megerősítését, a munkahelyek megőrzését, a beruházások ösztönzését és a családok megvédését tartotta. Mostanra meghaladtuk azt a teljesítményt, mint amivel a válság előtt, tehát 2019 végén, 2020 mondjuk januárjában bírtunk. Várakozásaink szerint a gazdasági növekedés idei mértéke is meghaladja majd a 7%-ot, és jövőre is jóval 5% felett lehet. A foglalkoztatottság szintje a rendszerváltozás óta nem állt olyan magas szinten, mint ma. Szolnok gazdasága is visszaállt a válság előtti szintre, mondta Szalai Ferenc polgármester. A visszaesés alig 0,6%-os, a tervezett adóbevételeknek pedig beérkezett a 95%-a. Biztonságban vannak a cégek Magyarországon és Szolnokon is. Azt, amit megtermelnek, az az övéké, nyilván adózni kell utána, de visszaforgathatják sajátjuk, teljesen biztonságban használhatják a megtermelt értékeket. Ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, ez a jogbiztonság. Országos szinten elindult a Kreatív Régió program, folytatta a polgármester. Ennek lényege, hogy 6 keleti országrészben található megyét, köztük Jász-Nagykun-Szolnok megyét is, felzárkóztassák a nyugati országrészhez. Az elképzelés, a kormányzati elképzelés az az, és szerintem zseniális az elképzelés, hogy a Nyugat-Magyarország felé billenő országot billentse vissza. Hogy Kelet-Magyarország ereje legyen olyan, mint Nyugat-Magyarország ereje. Ebben Szolnok és környékén a vegyipar fejlesztésében látják a lehetőséget, mondta a polgármester. Míg az országban 10 év alatt 1 millióval nőtt a foglalkoztatottak száma, hangsúlyozta a pénzügyminiszter, addig a béres legújabb beruházásának köszönhetően 69-el nőtt a munkavállalók száma. Így ma már 402-en dolgoznak a szolnoki gyárban. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!